Egy héttel ezelőtt Zahár Gábor a Mokkában kelt ki a méregtelenítéssel kapcsolatban. Szerinte a méregtelenítéssel és minden más drasztikus módszerrel csak a szervezetünket tesszük ki veszélynek. Mások szerint viszont a lébőjt kúra áttörést is hozhat az orvoslásban. Vendégünk dr. Tamási József belgyógyász, aki rendszeresen alkalmazza betegeinek a kúrát, illetve Konkoly Ágnes szépségkirálynő, aki maga is a módszer híve. Jó reggelt kívánok! Szia! Jó reggelt! Ugye Zahár Gábor azt állította itt a Mokkában a múlt héten, hogy ez csak pénzszerzés és trükk, és a méregtelenítés valójában nem létezik. Mi a vélemény erről? Hát, ha így lenne, akkor azért sem az állatok, sem a kultúránk gyökereiben nem találnánk meg a bőtölést. Biztos, hogy nem a pénzszerzés miatt végzik például azok az állatok, amelyek több ezer kilométert vándorolnak és közben nem esznek, vagy amelyek betegek és gyógyulásuk elősegítése érdekében úgymond bőtölnek. És hát az összes vallási kultúrában, az összes régi kultúrában benne van a bőtölésnek az értelme. Úgyhogy manapság, amikor annyi sok ismerettel rendelkezünk az egészségről, akkor ezt csak újra felfedezni tudjuk. Zahár Gábor azt is mondta, hogy a méreganyagoktól gyakorlatilag nem kell félni, és nem is elkerülhető, hogy legyenek a szervezetünkben, csak a mennyiség nem mindegy, és az életmód nem mindegy. Ennek mi a véleménye? Igen, a lébőjtölés tulajdonképpen mind a komolyságában, mind a rendszerességében, mind a hosszúságában nagy különbségek lehetnek. Tulajdonképpen én úgy kezelem ezt, mint egy gyógyszert, amelyet dozírozni kell, tehát megfelelő dózist meg kell találni, megfelelő alkalmakat kell találni arra, hogy ezt a gyógyszert az ember bevethesse. És azok a betegek, akik kvázi az egészségük visszaszerzése érdekében végzik, azoknak pontosan kell adagolni ezt a módszert. Persze végezhetik azok is, akik egyáltalán nem betegek. Az ő számukra is van egyfajta séma, ami elvégezhető, amivel kvázi egy jobb közérzetet, fittséget tudnak elérni, esetleg néhány kilótól meg tudnak szabadulni, de ezek különbözőek, tehát az orvos által vezetett terápiás bőjt az különbözik attól, amit az egészségünk megtartása érdekében rövidebben végzünk. Ági, te is szoktál ilyen lébőjtöket csinálni, és most is készülsz egyre. Igen. Miért hiszel ezekben a lébőjtökben? Én is azt gondolom egyébként, hogy aki nem figyel a hétköznapokban, tehát chipsen, sült krumplin és mondjuk kólán él, az nem fog csodát tenni 5 vagy 10 nap alatt egy ilyen lébőjtel. Tehát nagyon fontos szerintem a mértékletesség és a rendszeresség. Én egyébként is figyelek az egészséges életmódra, tehát nem rendszeres testmozgás, figyelek arra, hogy megfelelő folyadékmennyiséget fogyasszak, illetve hogy olyan élelmiszereket egyek, amikben mondjuk annyira nincsen sok színezzék, ízfokozó és tartósító mesterséges dolgok. Én 2 évvel ezelőtt megcsináltam egy ilyen 5 napos lébőjt kúrát, ami körülbelül úgy nézett ki, hogy minimum 3 liter folyadékot kellett fogyasztani egy nap, ez a minimum, de lehet többet is. 2 óránként mindenképpen inni kell, ha szomjas az ember, ha nem. Semmilyen szilárd ételt nem ettem, tehát hogy a rágóizmokat abszolút pihentettem 5 napon keresztül, és amikor elkezdtem enni, akkor sem szilárd étellel kezdtem, hanem főzelék, pürével, tehát így ez ami ajánlott volt, és azt vettem észre, hogy az első 2 nap az elég nehéz volt, tehát akkor tényleg éheztem, és megfordult a fejembe, hogy nem fogom folytatni, aztán erőt vettem magamon, és végigcsináltam, és nagyon érdekes volt, hogy a 3. nap úgy keltem fel, hogy tele voltam energiával, nekem problémáim vannak a felkeléssel és a reggeli időszakkal, és azt éreztem, hogy energikusabb vagyok, és sportoltam, futottam, és ugyanúgy edzettem tovább, sőt, sokkal nagyobb erővel, nyugodtabban aludtam, és energikusabb volt a napom, úgyhogy abszolút, és ami még egy ilyen pozitív hozadéka, hogy én utána estem teherbe, szóval nem mondom, hogy ezért fogant meg a kislányom, de biztos, hogy jótékony hatással volt a szervezetemre. Most is ez a motiváció, Ági? Nem, most nem ez a motivációm, most csak szeretném egy kicsit felturbozni magam tavasszal. Ez helyes egyébként, ez az 5-10 nap, ami tartható és egészségesnek mondható a lébőjt kúrában, vagy ön mit javasol? Igen, az, aki nem beteg, annak egy 3, maximum 10 nap lébőjt, az rendben van, elfogadható és elvégezhető. Az, akinek bármilyen
panasza van, vagy tisztázatlan tünetei vannak, annak mindenképpen orvosi vezetés kell, és az ő esetén akár hosszabb őt is elképzelhető, hogyha azt orvos vezeti, a gyógyszerekkel összehangolják. Egyébként az fontos tudni, hogy a léböjtözés az orvos vezetéssel semmilyen kárt nem okoz, és viszont számtalan olyan beavatkozást tesz szükségtelenné, amelyet egyébként hát mellékhatásokkal, gyógyszerekkel, sebészeti beavatkozással tudna csak az ember megszüntetni. Úgyhogy tulajdonképpen a természetes gyógymódok egyik sebészeti módszerének nevezhető, mert annyira jó hatású és nagy hatású, és az orvostudomány maga is foglalkozik ennek a megismerésével, hiszen tudjuk például, hogy kemoterápiás onkológiai kezelések előtt a rövid bőjt, az nem csak a kemoterápia hatékonyságát növeli, hanem az eredményességét, illetve a mellékhatásokat is csökkenti. Tehát a kutatás egyik tárgya tulajdonképpen a léböjt, és az irodalomban nagyon jól ismerik, nem úgy, mint léböjt kúra, nem úgy, mint méregtelenítés, hanem mint alacsony kalóriatartalmú diéták. Ezért nagyon sok trükkös léböjt kúra is van, ami nem egészen hatásos. Vannak egyébként ilyen méregtelenítő kúrák, ami nem kifejezetten léböjt kúra, tapaszok a lábra, vagy lábfürdő. Ági, te futottál már bele ilyenekbe, amik nem segítettek, és nem érezted jól magad utána? Nem nagyon próbáltam más, megmondom őszintén, én nem hiszek annyira ezekben a különböző levekben, teákban, ezekben is szerintem egy csomó mesterséges dolog van, és ezek inkább salaktalanító dolgok, mint sem méregtelenítő. Úgyhogy én a természetes, full bio, falusi dolgokban hiszek, amik szerintem segítenek. És gondolom fontos a visszatáplálás is, nem? Hogy ne együk tele magunkat előtte, és utána pedig fokozatosan álljunk vissza az étrendben. Igen, itt tulajdonképpen az emésztőrendszerünknek a nyálkahártya felülete, ami egy óriási felület, szinte egy fotballpálya nagyságú felület, ezen keresztül való kiválasztást tudjuk előmozdítani, és ez nagyban különbözik mindenféle tapaszoktól, meg a bőrön keresztüli méregtanítésről, ahol csak néhány négyzetcentiméter, vagy esetleg néhány négyzetméter az, ami a kiválasztó felület lehet. Tehát a lébőtkúra alatt az ember az emésztőrendszer nyálkahártyájának az óriási felületét használja arra, hogy valóban csökkenjen a szervezetben az, ami terhet okoz, és ezek mérhetőek, ezek kimutathatóak, ezek labormódszerekkel vizsgálhatók, tehát itt nem valami misztikus dologról van szó. Ténylegesen a vizelettel és a széklettel eltávoznak olyan anyagok, amelyek a szervezetünket terhelik, és ami a fittséget akadályozza, a fáradékonyságot okoz, vagy kisebb-nagyobb emésztőrendszeri panaszokat, vagy a bőrön valamilyen tünetet, hajhullás, stb. Ezeket szépen meg lehet szüntetni az ilyen módszerekkel. Nagyon szépen köszönjük a jó tanácsokat, és hogy itt voltatok. Köszönjük szépen!